A most műszaki átadáson átesett fejlesztési csomag minden eddiginél nagyobb horderejű volt, mondta a Perszolfer polgármester. A kormány 186 millió forinttal segítette a várost, ennek köszönhetően több pontod is sikerült a már megkopott vagy balesetveszélyes út és járda szakaszokat korszerűbbé tenni. A munkálatok a tavasz beköszöntével kezdődtek, és a napokban értek véget. Maradtunk annál a, a rendnél, hogy, hogy amit a város a fő közlekedési járdáin épít, ezek térköves járdák, tehát sokkal esztétikusabb is, és sokkal könnyebb javítani is. Tehát bármilyen sérülés keletkezik a, a járdán, akkor így én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben lehet felbontani és újra lerakni. Tehát majdnem 3000 négyzetméter járda tudott így megújulni a Deák Ferenc utca most már teljes egészében térköves utca. Ez azt jelenti, hogy, hogy az utolsó rész az a Kápolnától az egészségházig való járdának a felújítása zajlott most. Azt is számba vettük, hogy melyek azok a, az utcák, ahol az út burkolatát kell javítani. Ugye szilárd út burkolattal viszonylag jól állunk a városban, tehát a napraforgó utca kivételével mindenhol van szilárd út burkolat. De hát ezek jelentős része már rossz állapotban van, és csináltunk egy, egy út a jövőbe, út és járda felújítási programot, amelyben felmértük, hogy melyek a legsürgetőbb feladatok, hogy miket miket kell a legsürgősebben felújítanunk, és így esett a választásunk a Bartók Béla utca egy szakaszára, illetve a, 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 az Ötvös utca egy jelentős részére az iskola mellett, aztán a Mözsi Dobó utcára, úgyhogy... És illetve a Pajtatérre, ahol szintén nagyon, nagyon kaotikus volt a helyzet, ott sikerült más forrásból közvilágítást is kiépítenünk. A projekt 4.500 négyzetméter út és 3.000 négyzetméter járda tette lehetővé. Egy másik projektben a, a jövőnk -térségfejlesztési alapítványtól is kaptunk támogatást. Ez egy összegében jóval kisebb összegű támogatás volt, de úgy gondoltuk, hogy ebből a gimnázium udvarának egy olyan uh, aszfaltos része kerül megújításra, ahol uh, zömmel, gyalogosok és kerékpárosok járnak. Ez gyakorlatilag a kaputól egészen a, a Zussodáig, illetve a játszóházig tart. Ez is el tudott készülni, tehát most, hogy indul a, a, az új tanév a gimnáziumba, így, mert fontos volt, hogy minél kevesebben használják ezt a, ezt a szakaszt az útépítés során, és ez is meg tudott újulni. Ahogy korábban már hirtattuk róla, a vízközmű szolgáltatások áramdíja jelentős mértékben emelkedett. Ez a szolgáltatást végző erőközmű ZRT esetében azt jelenti, hogy mi 2021-ben 360 millió forint szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíjat fizettek ki, ez az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A fenntartó 51 önkormányzatnak döntenie kellett, kigazdálkodja a megnövekedett költségeket, vagy visszaadja a közművagyont és ezzel a szolgáltatási kötelezettséget az államnak. 2013-ban mi, amikor megszűnt a, a, tolnai vízmű, vagy legalábbis el, át, átadásra került a, a, vagyonüzemeltetésre az erővnek, de nyilván az önkormányzat tulajdonában maradt. Itt értem ez alatt a, a nyilván a föld alatt lévő vezetékeket, magát az ivóvíz bázist és annak a kezelőfelületeit, átemelőket, szivattyúkat, mindent, a víztornyot, illetve a 2015-ben felújításra került uh, szennyvíztelepet is. Uh, mi ezt most át fogjuk adni az államnak. Uh, voltak uh, kérdések a képviselők részéről nyilván, hiszen a vagyonról lemondani, mondani, Sosem egyszerű dolog, de én elmondtam testületi ülésen, és a, és a lakosoknak is el szeretném mondani, hogy ezt gyakorlatilag mi a 90-es években egészen addig ez állami vagyon volt, és akkor kapta meg a, a város, tehát gyakorlatilag mi nem adtunk pénzt ki, értem, most a mi alatt nyilván a várost értem, illetve itt nem egy csillivili rendszerről beszélünk, igaz, hogy a... A legrégebbi felújítás az a szennyvíztelep felújítása, ami, ami nagyon sokba került, de ezt is önerő nélkül pályázati forrásból történt. Ennek tudatában tolnán az volt a jelen helyzetben a legoptimálisabb megoldás, hogy visszaadjuk a vagyont állami tulajdonba, mondja a város polgármestere. Az előbb korábban már jelezte az önkormányzat felé a tavalyi év végén, hogy idén többszörősére nő majd a szolgáltatási díj, így a helyzet nem érte váratlanul a döntéshozókat egész egyszerűen ő nem tudta finanszírozni, és az önkormányzat, mint tulajdonosnak kellett volna helytállni, tehát a lakosság arányosan, vagy szolgáltatási terület arányosan be kellett volna ezt fizetnie a, a revízbe, és az erő ebből tudta volna fizetnie a szolgáltatónak az elektromos áramot. Ez a mi esetünkben még a tavalyi éven számolva ilyen 152 millió forint lett volna, közben annyira megemelkedett az energia ára, hogy, hogy ez akár közelíthet a 200 millió forinthoz is, vagy akár meg évig, akár ezt meg is haladhatja. Én azt gondolom, hogy a felelős döntés az, hogyha a, számítva arra, hogy, hogy az önkormányzat energiabeszerzése is nagyon-nagyon meg fognak drágulni, így az, amiről le tudunk mondani, de ettől függetlenül nyilván itt marad a városba, és az egészséges víz és a szennyvíz biztosítása nyilván nagyon-nagyon fontos, de hát az állam fogja átvenni tőlünk. Tehát nem egy, nem egy profitorientált cégnek adjuk át, aki majd itt kiszipolyozza benne lévő lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy ez egy nehéz, de nagyon fontos és mindenképpen előremutató döntés volt.